Kevin és kis Kornél neve nem ismeretlen a nyíregyháziak számára. Az autista ikrek már 16 évesek, és rendszeresen fellépnek egy-egy városi rendezvényen ehhez hasonló dalokkal. Egy gyermeknél már egészen kicsi, akár egy éves korban is felismerhetőek az autizmus első jelei. A legkülönbözőbb tesztek és mérések pedig megmutatják a pontos problémát, amelyet fontos a lehető leghamarabb elkezdeni kezelni és fejleszteni. Itt a probléma, hogy később indulnak el. Hamarabb kellene már ilyen pici korban, mert akkor még az idegrendszer sokkal kifejlesztettebb, képlékeny, még mozgathatóbb jobban. És sokszor csak olyanokkor jelentkeznek már, mint nálam is most jelentkezett egy család például, hogy már másodikos a gyerekük, és tudták, hogy autizmusról van, szóval mondták nekik, és nem kezdik el a fejlesztést, mert azt gondolták, hogy majd kinövi. Szóval még mindig ott tartunk, hogy nincsen igazán elfogadva ez az autizmus, mert ez egy olyan különleges dolog, hogy először is pszichiátriához tartozónak is tartották, és ez egy genetikailag terjedő betegség, vagy így mondjuk, hát nem is betegség, egy állapot. A magyar társadalomban egyre többen vannak azok, akik enyhe autizmussal küzdenek, például szociálisan nem illeszkednek be egy közösségbe. Ezért az önkormányzat több módon is együttműködik a civil szervezetekkel. Ez nem csak önkéntes vállalás, kötelező feladat is. Az óvodai rendszerünkben több mint 80 sajátos nevelésigényű gyereket nevelünk az önkormányzati óvodai rendszerben, és itt nagy részt, túlnyomó részt 90%-ban integrált keretek között, vagy részben integrációval, ez valósul meg a Kereszt utcán, illetve a Buza utcán, ahol külön olyan csoportok vannak, akik a fogyatékkal élő gyerekeket nevelik, és nagyon fontos az integráció. Integrálni pedig úgy lehet, hogyha sok időt töltenek egészséges emberek között. Én még haza is vittem a tanítványomat, és mint nevelőszülő is fölneveltem azt a gyereket, akivel a legtöbb problémám volt. Szóval, ha valahol együtt tudunk velük lenni, és itt a évfolyamban is dolgoztak nálunk, volt olyan év, mikor dolgozott nálunk egyszerre süket is, autista is, értelmi fogyatékos is, és azt látjuk, hogy akkor tudnak szocializálódni, meg beilleszkedni a társadalomba, hogyha az épek között vannak. Mert kitől tanulja meg? Egymástól nem tudják megtanulni. Az Autizmus Világnapja alkalmából a Kossuth téren tartott rendezvényen zenés és táncos produkciók mellett verseket is hallhattak az érdeklődők. Szabados Fanni például a Van egy világ című Szabó T. Anna verset adta elő. Az én világom oszthatatlan, elmerülnék most magamban, de hadd legyek mégis így veled, mert belülről tudom, hogy így szeretsz. Te érts meg olyankor is, mikor én nem értelek.